A műhelyünk kapcsolódott a közösségi alapú szolgáltatások fejlesztéséhez, amit a Gönczi járásban csinálunk, immáron másfél éve. Igaz, hogy lassan véget ér a projekt, de most jön a legizgalmasabb szakasza, hiszen megtudjuk a kutatási eredményeket, fogjuk összefoglalni, feldolgozni a helyiekkel, hova jutottunk ez alatt az idő alatt, és a műhelyünk igazából ehhez kapcsolódik, mert úgy gondoltuk egy ponton a munkánknak, hogy ahhoz, hogy a közösségi alapú szolgáltatásokat szociális, egészségügyi vonatkozásban, illetve közművelődési szinten is meg tudjuk támogatni egy közösségi módszert annal, ahhoz nagyon fontos, hogy felmérjük, hogy helyben milyenek a közösség állapotai, hol tudjuk kialakítani azokat a kapcsolódásokat a szolgáltatások körül, ami sokkal inkább közelebb viszi a helyiekhez ezeket. És ehhez mi Várennek a közösségi funkcióit emeltük ki, és a fő funkciók mentén vizsgáltuk a helyi közösség állapotát. Alapvetően gazdasági boldogulás, társadalmi részvétel, norma, szocializációs, szolidaritás, együttműködés kapcsán elemeztük, és nagyon izgalmas dolgok születtek így a fókuszcsoportos vizsgálat eredményeként. És a mostani műhelyen igazából az egyetlen célunk volt, hogy behozzuk egy kicsit ezeket a tapasztalatokat, és próbáljuk itt helyben közösségfejlesztés szemmel is értelmezni, mit kezdünk a funkciónkkal, a különböző funkcionalista értelmezésével a közösségeknek, és ez hogyan csapódik le a mindennapi munkánkban. Úgyhogy mi erre hívtuk a résztvevőket, és itt is egy nagyon érdekes konklúzióba jutottunk. Leginkább afelé ment a beszélgetés, hogy ezek a funkciók hogyan hatnak egymásra, hogy egy fejlesztő szakember melyik funkciót emelje ki adott közösségben, és ez hogyan fogja egyfajta spirális módon fejleszteni a többit, hogyan hat egymásra. És szeretnénk a beszélgetést folytatni ma délután is, úgyhogy igazából egy nagyon izgalmas másfél órát töltöttünk együtt.